Nem is tudom, hogy hol kéne kezdeni ezt az egész dolgot. Beszélgettünk róla ugye múlt héten már, hogy most már ilyen greenscreenes lesz a megoldása a Happy Hournek, mert az az igazság, hogy nem tudjuk máshogy megoldani, mivel láttátok, hogy Twitteren megosztottam veletek, hogy nincsen megszűnt már. Megszűnt a HH szoba. Nincsen már ott semmi, tehát hogy teljesen üres lett az egész utc. Elég nagy lépés, ami történik most. Régóta tervezzük azt, hogy valahogyan tovább kellene lépjünk onnan, ahol voltunk, és nagyon fontos, hogy itt különböző körülmények okán úgy döntöttünk Pistivel, még azt hiszem tavaly, hogy tovább lépünk ebből az irodából, ahol voltunk. És igazság szerint ennek az eredményét látjátok most, hát nem csak most, gyakorlatilag az elmúlt, nem tudom, egy hónapban folyamatosan költözünk, csak nem látjátok. Úgyhogy jelenleg ez van, ez az igazság. Tavaly kezdtük el nézni a lehetséges helyszíneket. Nyilván ez tehát nem azt jelenti, hogy pontosan ugyanilyen helyre megyünk, tehát más lesz, nagyon más lesz. És hát nem is tudom, talán tavaly már, vagy idén találtuk meg a helyet, nem emlékszem már, hogy idén volt. Januárban. Idén januárban találtuk meg az új helyet. És hát gyakorlatilag már nagyon-nagyon sok ideje, március óta zajlanak ott a munkák. Az az igazság, hogy nem tudjátok egyébként, de a háttérben, ha minden jól ment volna, akkor már ott lennénk. Ja igen, tehát úgy akartuk csinálni, hogy a május már ott van. Igen. A legnagyobb csúszás oka egyébként az a, mert látom, hogy sokan kérdeztétek, ez a baszó internet. Annak a bekötésére várunk igazság hát szerint. Is, de talán nem titok amúgy. De azért érted, hogy így van, de amúgy az elejétől kezdve, ha belegondolsz, a villanyszerelés, jó, az ácsmeló, a szőnyeg, meg minden lófasz, tehát azért volt, tehát kellett idő, amíg elkészült, nyilvánvalóan. Meg ugye, nyilván ugye az internetnél is a bürokrácia nem segített sokat. Hát nagyon. Meg gyakorlatilag az engedélyeztetéseken ment el. Hát az engedélyeztetés az még 2,5 hónap volt. 2,5 hónap volt, amíg a város jóvá hagyta, igen. Úgyhogy ezek a dolgok vannak, hát nem egyszerű, mert ugye 8 év szara van itt, vagy volt itt, és azt kellett mozgatni, meg hát ugye tudjátok, hogy milyen ez. Nekem nem olyan egyszerű ez a dolog, valahogy minden helyhez hozzá tudok moskos mód nőni, ahogy ehhez is egyébként, de a legutóbbi költözésnél ti segítettetek valamennyit, úgyhogy remélem, hogy most is így lesz, hogy sikerül egy kis lelket öntsetek az emberbe. Meg bízom benne én is, hogy is mondjam. Hogyha már látjátok majd, hogy hol vagyunk, akkor ti is annyira izgatottak lesztek, mint mi. Ja igen, aki kérdezte a chatben, jogos kérdés egyébként, hogy kényszerhelyzet volt-e, vagy sem. Nem volt kényszerhelyzet. Nem. Nem volt kényszerhelyzet. Látom, igen, voltak ilyen teóriák, már olvastam én is, hogy valaki megszüntette a szerződést velünk. Nem. Mi mondtunk fel mindent, és úgy megyünk el. A kényszerhelyzet az azért van, mert azt hittük, hogy hamarabb tudunk menni, és emiatt vannak ugye időbeli összetolódások. Maradjuk annyiban, hogy amiatt, mert ott csúsztak a dolgok, elszámoltuk a felmondási időt. Igen. Igen. De megoldottuk, mert mindent megoldunk. Hogy milyen szempontból lesz jobb a hely? Hát abból a szempontból, hogy rábasztunk sok autóárát, amit erre nem basztunk volna rá. Igen. Annyiból jobb lesz. Szerintem annyiból jobb lesz. Meg nagyon jó lesz a klíma. Na ez a lényeg. Mert látom, valaki kérdezte, hogy mi az oka, milyen környezeti okai vannak. Na ez az első számú, hogy nyáron megdöglünk a melegben, és nem akartunk tovább így. Igen. Ez nem, semmi értelme nem volt, úgyhogy ott lesz klíma. Ez a másik. A harmadik, meg itt nagyon komoly zavar van az erőben, ezért nem tudom, hogy honnan eredt vagy mint, de szerintem volt kommunikálva. Tehát a telekomos együttműködéssel kapcsolatban azzal annyit akartunk mondani, hogy a telekomos együttműködés, én nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy sem, de hogy igazából nem lett. Igen, már mint, nem tudom feltűnni. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoztunk együtt a Telekommal, a Magyar Telekommal, mert projekt szinten, de... Hát a 6-3-as projekt is. Megcsináltuk a 6-3-as projektet, de azokat projekt szinten csináltuk meg, nem pedig ebben az együttműködésben. Az a fajta dolog, amikor annak idején, kurva régen bejelentettük ezt az új irodát, és ugye a telekomos együttműködés megindul, azon belül valójában nem tudtunk elindulni, és amikor elindultunk volna a Magenta Crafttal, akkor jött a Covid. Akkor a Covid bejött. Szóval igen. Valójában mi itt simán béreltük ezt az irodát a Telekomtól. Ezt sokan nem tudják, de ez így van. Tehát, hogy
azt hiszik itt sokan, hogy nekünk olyan szerződésünk volt a Telekom, hogy mi itt ingyen vagyunk. Nem. Ezt a irodát ugyanúgy béreljük, mint bárki más. Mint akárki más. Vannak ebben az épületben más külső bérlők is. Ők is ugyanúgy bérlik ezt az irodát, mint mi. Tehát azon kívül, hogy lehetőséget kaptunk, hogy ezt a helyet béreljük, nem volt különösebb dolog azokon kívül, amiket korábban elmondtunk. Igen, már. Azt hiszem, hogy így is fogalmaztunk arról, hogy egy lehetőséget kaptunk a Telekomtól, hogy kibéreljük tőlük ezt az irodát az ő irodaházukba. Így van. Úgyhogy úgy, most egy másik bérleménybe fogunk átmenni, ami nem köthető nagy cégekhez. Úgyhogy most már lassan azért sikerül teljesen elfüggetlenednünk ezektől a dolgoktól, hogy nagyobb lesz az új iroda? Igen. Nagyobb lesz. Nem akarok nagyon spoilerezni, de teljesen más lesz a felépítése, mint ennek. Más, nagyon más. Teljesen nagyon más. Tehát ez a egymás melletti szoba téma, ez nagyon nem ilyen lesz. Ezt elengedtük. De alakul. Alakul a dolog. Hát nagyon, szerintem alakul. Nagyon menő lesz. Menőnek nagyon menő lesz. Azt tuti, és nyilvánvalóan fogunk csinálni nektek róla egy ilyen kis rövid bemutatókát. Mindenki. Amint olyan állapotban lesznek a dolgok, hogy lehet. Igen, én is azt mondom, hogy legalább félig legyen kész, és akkor megmutatjuk. És igen. Akkor legalább az évvégi stúdiótúrban még lehet valamit mutatni. Hogy erre a kérdésre is válaszoljak, verkfilm nem készült. Amúgy csak azért válaszolok erre a kérdésre, mert ez bennem is nagyon felmerült, hogy közben videózni, miközben csinálják. Bennem is felmerült. Általában szoktak az ilyen költözésekre a verkfilmet készíteni az ilyen 100-150 fős cégek. Sajnos nálunk nem volt ki fogja a kamerát. Ezt akartam mondani. Tehát, hogy elgondoltam én is, hogy de jó lenne felvenni, és így rájöttem, hogy ha én veszem, akkor ki a fasz fogja még csinálni. Igen, tehát az a baj, örülök neki, hogy így gondolkodtak erről a dologról. Igen. Még szóval mindig. Sajnos arra nem volt kamera crew, hogy felvegyék ezt. Viszont ami volt, és ezt be fogom vágni a videóban, a nagyobb változásoknál az új helyen mindig készítettem fotót. Igen. És ezeket a képeket be fogom nektek vágni, hogy hogyan készült a hely. Ha nem is látszik, hogy ott ténylegesen dolgozunk, de látjátok majd a fázisokat, hogy hogyan alakult az egész, úgyhogy mindig készítettem képet. Úgyhogy azok vannak egészen így a lebontást, na mindegy, szóval az is volt. Bontás is volt. Sokkal több bontás volt, mint amit szerettünk volna. Attól sokkal több, mint ahogy gondoltuk, hogy lesz, de nem baj. Szóval így minden megvan. Igen. A helyszín az természetesen marad Debrecen. Igen? Azt hittem, ez még nem dölt el. Ja, azt hittem. Szóval az marad Debrecen, természetesen itt maradunk. Nem megyünk másik városba, csak másik helyre. De egyébként minden marad, tehát hogy mármint a műsorok, meg minden ugyanaz. Balázs is maradt, nem rúgtuk ki, csak vicceltünk. Igen. Bár most itt otthon van. Bár most home office-ban van, igen. Igen, mert ide már nem fel. Az a baj, hogy nincs asztal. Az a baj, hogyha beült volna ide középre, akkor látszana a két válla. Igen. Csak azért, mert Balázs nagy ember. Igen. Na és igen, na ezt mondtam, hogy ne felejtsem el. Mi? Találkoztam az új irodánk előtt egy sráccal. Ezt szerintem mondta nekem Balázs, és azt mondta, hogy nem bántottad. Nem bántottam, de hát ez zseniális. De figyeljetek, találkoztam egy sráccal, és kérdezi tőlem, hogy így látja, hogy pakolom, mint az állat, és kérdezi, hogy na mi van, Jani, költöztök? Mondom, hát úgy néz ki, nem? Hogy költözünk. De bunkó vagy, geci? Bunkó vagyok, igen, de nem, dumálom, hogy rendes volt. És annyi azt tűnt fel, hogy így kérdezi, vagy mondja nekem, hogy gratulál nekünk, mert azért ez nagy lépés egy panel lakásból. És így, bassza meg, kimaradt neki egy lépés. Mondtam is neki, mondom, egy lépéssel le vagy maradva, haver, de jó, kösz. És akkor azt kérdezett tőlem, hogy miért nem vagyok feldobva. Jó van, oké, na, mi a de ilyenek lesznek, de most mindig lesznek. Ez a költözés, ez kurva nehéz, nagyon sok munkával jár, nagyon mindegy, és azt mondta nekem, hogy legyek hype, bazd meg. Azzal kapcsolatban, hogy beszélek itt emberekkel, akik azon kívül, hogy melyik free-to-play shooterre játszunk a héten, senki nem érdekel. Értem, mit mondok. Tehát ezért van az, hogy inkább lehúzó dolog, úgyhogy várom, hogy menjünk, és akkor legyen majd egy kicsit pozitívabb. Én úgy érzem, hogy a dolog. Az lesz. És segített valami dobozt felvinni legalább? Vagy a képet kért, nem? Nem kért képet. Nem kért? Nem, mert nekem nem. Akkor ez nem az a srác volt, hanem nekem Balázs azt mondta, hogy azt nem bántotta, aki kért képet, hanem mondta, hogy jó. Ő csak egy képet kért. Mondta neki, hogy faszam, most így tudod, így ömlött patakokba folyt a víz rólam a pakolás miatt, és így képet, Jani! Lőttünk egy képet, és ment tovább. Ennyi volt. Sokan mondják, hogy a fejlődés ugye az kötelező, és egyébként ez tényleg így van. Tehát ezzel egyetértek, hogy egy helyben állni, látjátok, hogy azokkal a csatornákkal mi történik, akik egy helyben állnak.
Jó, hát ez az. Semmi. Igen, igen, igen. Tehát ezért kell menni előre és csinálni. Ilyenkor bennem, mert tudjátok, én vagyok az aggódós. Bennem mindig az a kérdés fogalmazódik meg, és tehát nyilván ez már a múlt, mert már minden megtörtént igazából. Tehát már minden, hát hogy tudod, hogy vajon a 5 dologból, amerre lehet fejlődni, ez volt a legjobb megoldás. Ja, ja, ja. Szerintem igen. Hát jelenleg szerintem ez. Szerintem mindenképp, és látjuk is a jövőképet, meg megvannak a tervek, csak tudod, ilyenkor mindig így jön, hogy amúgy lehet, hogy tévedek. Hogy lehet, hogy tévedek, mert az ember sose tudja, hogy mikor nyúl bele abba a mélykasba, ami nem kellett volna, de mondjuk szerintem nem lesz gond. Reménykedjünk benne, hogy jövő héten nem vágnak ki onnan. Valami váratlan esemény okán. Igen, arra én is reménykedem. Vagy akkor néhány kereskedelmi érdekeltségi bankot fogunk felkeresni, ha mégis itt történik. Ennyi amúgy. Akik jó lenne, hogyha telefonkészültségben lennének, ha ilyen történik, és nem foglalkoznának olyan hülyeségekkel, hogy fedezett meg ilyenek. Fedezett? Minek fedezett? Ugyanúgy, ahogyan más nagy cégek is, mi is meg fogjuk kapni nyilván azt, hogy megmenthettük volna a bébifókákat, a lóvéból, vagy felajánlhattuk volna valamilyen alapítványnak, aki elkölti valaki másnak. Jó, a hát házára. Ez benne van. Ez benne vagy van. Ilyesmi. Én abba bízom, hogy ez nektek lesz jobb. Így végezetül, mert hát nekünk igazából jó, hát szép, de valójában a műsor szempontjából, érted, olyan, amilyen. Évről évre eddig mindig igyekeztük a stúdiótúrokkal átadni nektek azt, hogy mire basszuk el a sok támogatást, amit kapunk tőletek. Én nagyon reménykedem benne, hogy ezzel meg tudjuk mutatni majd, hogy megint egy nagyon nagy lépést próbáltunk megtenni, és hogy látni fogjátok ti is, mert mindig próbálunk ugye a láthatóság szinten működni, hogy mire használjuk azt, amink van. Úgyhogy azóta pedig sikerült minden évben megcsinálni az elszámoltatási videót. Úgyhogy remélem, hogy ez most egy ilyen nagyobb dolog lesz, mert mondom, az elvárás az mindig magas, majd meglátjuk, hogy mit szóltok hozzá.